Az első az Dzsida Jenő lesz, akinek a síremlékét megkeressük. A programra évek óta együtt pályáznak a csemői és a nyársapáti iskolák. Az utazásra már most nagy előkészületek zajlanak. A tanulók ma egy előadás keretein belül megismerkedhettek az úti célokkal és a helyi nevezetességekkel. Egész pontosan 885 ezer forintot nyertünk, 41 diák és 5 pedagógus, kísérőpedagógus megy Erdélybe. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő Alap támogatta ezt a pályázatot, illetve ők finanszírozzák az utat és a szállást. Az Erdélyre jellemző népi kultúrával és az ottani épített és kulturális örökséggel is találkoznak majd a 4 nap alatt. Az első jelentősebb állomás Királyhágó lesz, onnan tovább mennek Csúcsára, Bánfi-Hunyad, majd Kolozsvár, ez az első napnak a programja. 24-én, május 24-én kedden hajnalba indulnak a gyerekek, és 27-én, pénteken éjjel érkeznek vissza. A legtöbben a gyerekek közül még nem jártak Erdélyben, és a határokon túl élő magyarokkal sem találkoztak. A szálláshelyük Gyimesbükkön lesz, az iskolával már évek óta fölvettük a kapcsolatot, és az ottani gyerekek egyrészt a mi szállásainkra jönnek, másrészt pedig a mi gyerekeink mennek az iskolába, megnézik a tájházat, mennek ott a templomot, megtekintik a helyi katolikus egyház, szokták mondani, plébánossával, tehát ő az, aki bemutatja, és bemutatja a környéket is. Hasonló tájban. A támogatást azért nyújtja az állam, hogy a gyerekek megtapasztalják az összetartozást az anyaországon kívül élő magyarokkal. Érdemes megnézni.